Tehát a 86-os év hozta el azt, hogy az energiáid lekötésére az egyházvezetés inkább úgy gondolta, hogy legyél újra lelkipásztor és kezdjél el dolgozni, mert túl sok kárt okozol azáltal, hogy szabad energiáid vannak. És hát 86-tól az irány az már egyenes, talán, hogy lehet így mondani, tehát azáltal, hogy a temesvári közegben is megtaláltad a szövetségeseidet, sőt, hát onnan szinte a számkivetettségből, a valódi perifériáról, ahogy az imént fogalmaztál, mégiscsak az erdélyi falurombolás, a Ceausescu-i nagy terv ellenében, amelynek keretében ne felejtsük el, hogy 13 ezer romániai faluból nagyjából 6 ezeret kívántak volna megszüntetni, le is dózerolni tömegekben a falvakat, és a falu népességét bevinni ilyen agrárközponti településekbe, hogy az önellátó képességét vegyék el annak a maradék falusi népességnek, amelyik még mindig önállóan gondolkodott, és megvolt a saját véleménye Ceausescuról, legyintettek rá, és azt mondták, hogy ő csak csinálja Bukarestbe, amit akar, mi attól még megélünk, ha jegyrendszer is van, ha mániákusan fejébe vette, hogy visszatörleszti az államadósságot, és már nem lehet semmit kapni a boltokban, mi akkor is vidéken, faluhelyen a kis kertből, meg a földből, meg az állatokból megélünk. És ezt akarta felszámolni Ceausescu, tehát a falurombolási terv az egy gigantikus őrület volt, de valóban elszánt volt erre Ceausescu, és az első mintaprogramnak számító terület az természetesen Székelyföld, és a magyarok lakta közép-erdélyi régió, ott szánták az első falvakat szanálni. És akkor erre, amikor ti ezt a diabóloszi ördögi tervet tetten értétek, hogy miről is szól ez az egyébként hangzatosnak tűnő program, amit meghirdetett Ceausescu 80-as évek közepén, hogy hát itt a mély szegénységet fel kell számolni, és hogy a falusi lét az egy ilyen létforma, és ezt modern Romániát építünk, tehát megvoltak persze a nagy üzenetek, de amikor ti tetten értétek, hogy itt egy valójában egy modernkori genocidium előkészületei zajlanak, ugye akkor te szervezted azt meg, hogy egy egyházi ellenállás történjen, hogy minden egyház megyében legyen egy felszólamló az egyházi fórumokon, hogy vessünk gátat, és az egyház álljon ellene a falurombolás tervének, és akkor magadra maradtál, mert a 13 egyház megyéből a 12-t leszerelték, már talán 88-at, 89-et írtunk, és egyedüli tiltakozó maradtál. Nyilván hát ennek is volt következménye, gondolom. Milyen jól tájékozott az államtitkár úr. Meglepően jól tájékozott. Hát azt hiszem, hogy ez a falurombolási terv történelmileg beleilleszkedik abba a kommunista, általános kommunista stratégiába, hogy a falusi életformát felszámolni, a parasztságot ellehetetleníteni. Közismert, hogy a református egyház is azáltal szenvedett a legnagyobb vesztességet, hogy a fenntartó, legtekintélyesebb középparaszti réteget semmisítették meg abban az időben. Itt nálunk is a kulákosítás. Itt is a kulákosítás. Tehát áttételesen talán ez a kommunista koncepció, nemzetietlen kommunista koncepció érvényesül, de ráadásul kínai, koreai beütésekkel, mert Ceausescu aztán beleszerelmesedett Kínába, és meglátogatta Kínát a Becses nejével együtt, és onnan hozta a mintákat haza, és állítólag onnan ihletődött erre a falurombolási tervre, és hát fel akarta építeni a világ legnagyobb Bábel tornyát, a nép palotáját, ugye. Itt jelképesen is, a jelkép kedvéért mondom, hogy a világ legnagyobb állami
intézményi épületét, aztán fel is építette, ott teherautóval lehet közlekedni a folyosókon. A világ legnagyobb parlamentje és középülete, túltett Mussolinin és Hitleren építkezési grandomániájában, ez csak egy kis kitérő akart lenni. Falurombolási terv is egy ilyen rombolása ellenére ilyen bábeli terv volt a maga jelképiségében, és hát ez már az a pont volt, ahonnan már tényleg nem lehetett, amit tényleg nem lehetett szó nélkül hagyni, tényleg elmentünk a falig, és nem, erre azt mondtuk néhányan, hogy ha nem szólalunk meg, akkor a kövek fognak megszólalni, és ebből merítettük a bátorságot, hogy a temesvári egyházmegyei lelkészi értekezleten egy memorandumot nyújtottunk be. Molnár János volt teológiai évfolyamtársam és barátom, volt a megfogalmazója velemmel együtt, és jól mondja az államtitkár úr, hogy mind a 13 egyházmegyébe eljuttattuk, és tulajdonképpen annak köszönhettük, hogy Temesváron Aradon hangzott el, mert akkor a temesvári egyházmegye központja Aradon volt, mivel ott lakott az Esperes. És annak köszönhettük, amint a Securitate iratokból kiderült, annak köszönhettük, hogy mi felolvashattuk, mert a titkos szolgálat annyira ügyelt arra, hogy a besugóit ne leplezze le, és nehogy kitudódjon ez a, hogy ők tudnak a tervről, hogy mindenütt lekapcsolták a tervet. 88. szeptemberének az első napjaiban tartották a lelkész értekezleteket minden egyházmegyében, Erdélyben és Királyhágon melléken, és mi arra időzítettük. Mi például szeptember 5-én léptünk fel, a többi egyházmegyékben mind a 13-at nem tudtuk elérni végül is. Utóbb kiderült, hogy van, ahol nem is jutott el a célzott baráti személyekhez, de ahol nyomára bukkantak, és komolyra fordulhatott volna az akció, mindenütt egyenként lekapcsolták őket. Egyedül minket nem kapcsoltak le, és akkor ez ebből nagy botrány lett. Tulajdonképpen itt kezdődött a temesvári történet finisse. Hát 88. szeptemberében Molnár János felolvasta a gyűlésen ezt a memorandumot. Hát természetesen hangtompítóval fogalmaztunk, mi, mert nyilván nem akartunk szembe menni a hatalommal nyers és direkt módon, hanem azt kértük, hogy az egyházi hatóságok indítsanak tárgyalásokat a falurombolással kapcsolatos a szisztematizálás, a közigazgatási átrendezés dolgában. Például ilyeneket kértünk, hogy mindenütt biztosítsák, hogy a gyülekezetek egyben maradjanak. Ahol templomaikat elvesztik, mindenütt új templomot építessenek. Maradjon egyben a gyülekezet. Legyen új templomok. A szorványgyülekezetek, ahol kevesen vannak, azok egyesülhessenek, hogy életerős gyülekezetek jöhessenek létre. Hát nyilván a törvényesség és a látszólagos demokrácia jegyében próbáltuk a legkifinomultabban megfogalmazni a memorandumban a javaslatunkat, és ezeket a zsinathoz és a két püspökséghez, a két püspökhöz címeztük, Kolozsvárra és Nagyváradra. Hát aztán lett ebből haddelhad, de csodák csodája, az egész lelkészi kar talán 4 tartózkodás mellett megszavazta. Hát olyan boldog voltam, és hálát adtam a Jóistennek, hogy nem számítottunk erre. Egyesek gyanútlanságból szavazták meg, mások erkölcsi érzékből, mások közfelháborodásuk jeleképpen, tehát le a kalappal.
még a besugó lelkészek is megszavazták. Tehát olyan jól sikerült az akció, és hát abból következett egy több hónapig tartó veszőfutás, fivatgatást, szekuritátéra, püspökségre, nyilatkozattétel, aztán végül is, hogy ne csináljanak belőlük mártírt, és hogy eltompítsák a dolgot, és elnémítsák az akciót, végül is egy fegyelmi megrovásban részesültünk Molnár Jánossal. Kettőt átállítottak a főkolombosok közül maguk mellé, és aztán ez volt valamikor januárban, és akkor már áprilisban indult be a végleszámolás velem szemben. Jánoskával még durvábban bántak, mert ő borossebesen volt lelkipásztor, azon kijött még 89 decemberre előtt Magyarországra, egyháztörténelem tanár lett a Debrecenben és Szegeden, és most nyugdíjas, itt él, ő íróember, és egyébként ő örökítette meg 4 kötetben az egyházi titkosszolgálati közreműködő, monumentális mű, meg egy egész 4 kötetes könyvet írt erről az egészről, figyelmükbe ajánlom. Egyik legfontosabb forrásértékű munka erről a korszakról és az egyház titkosszolgálati babiloni fogságáról. Mindeközben a ti fellépésetek híre átjött Magyarországra, és 89 őszétől már elindulnak Magyarországon ugye az erdélyi falurombolás elleni tüntetések. Ezek voltak a rendszerváltás környékén az első nyilvános közterületi nagygyűlések, tüntetések, 89-ben pedig ezek megsokasodtak. Hirtelennyében újra a hatalom, akkor már amikor 89. januárjában ugye Posgai a rádióban bemondta, hogy nem is ellenforradalom volt, hanem népfelkelés, ugye? Hirtelennyében egyik napról a másikra változtak meg 30-40 éves toposzok, és az erdélyi falurombolás elleni tüntetésekkel egy hullám is elindult, akik a legjobban féltek ott kint a megtorlásoktól, azok elkezdtek átjönni, és egy olyan nagyjából 10 000 erdélyi menekült jött ide Pécsre is egyébként akkor 89 elején, és akkor szembesültünk vele, hogy az itteni hatalom elkezdi engedni, hogy beszéljünk Erdélyről, és elkezdi engedni, hogy a nagygyűlések létrejöjjenek. Nem verték szét már ezeket a nagygyűléseket, sőt, a székely himnuszt énekelhettük már ezeken a gyűléseken 89-ben, tehát nekünk is az erdélyi eseményekhez kötődött a saját szabadság megélésünknek a kivirágzása. Különleges élmény volt. És aztán, amikor 89 nyarán elérkezett az első hír, hogy téged a kiállásaid miatt újra az egyházi hatósággal, az állambiztonsággal felfüggeszteni kíván, illetve elmozdítani a temesvári lelkészi státuszodból, akkor megismerte az ország a neved itt Magyarországon, amiért Krudinák Alajosnak és a Panoráma szerkesztőségének nagy köszönettel tartozunk 30 év távlatából is, mert hogy kicsempészték azokat a filmeket onnan, Temesvárról, amelyeken részben titkos videófelvételekkel, részben pedig bevilágosított templomi felvételként eljutottak a segélykiáltó szavaid nem csak ide Magyarországra, hanem a Nyugat-Európába is. És ekkor felfigyeltek a nyugati demokráciák arra, hogy itt van valaki, aki megfogalmazza azt Romániában, hogy a hallgatás falát le kell bontani. Ez a szó összetétel neked tulajdonítható, amikor azt mondtad, hogy a berlini falnál is erősebb Romániában a hallgatás fala, amit le kell bontani. Hogy gondoltad, hogy amikor már megint mindent el akartak venni, és már várandós feleségeddel a jobbodon a kilakoltatás fenyegetett, akkor Ceausescu-nak levelet írsz, és megírod neki, hogy le kell bontani a hallgatás falát. Milyen lelkiállapot és idegállapot okozza ezt, és milyen
Tehát milyen meggyőződés, hogy levelet írsz Ceausescu-nak 89-ben, hogy mi lenne, ha lebontanánk a hallgatás falát? Hát ott számították el magukat Papp László váradi püspök és a Securitate, hogy kipipálták a tőkés ügyet, amikor Temesvárra helyeztek. Márpedig én pontot folytattam Temesváron, ahol abba hagytam Dézse. És ennek első fejezete a gyülekezet építés volt. Tehát olyan, hát annyira kiüresedett a templom, hogy már az irodában tartották a vasárnap délelőtti istentisztelet, Ceausescu képe volt az irodának a falán, és 20-30-an jártak templomba, teljesen elidegenedett a gyülekezet, de amire ők nem számítottak, egy bámulatos, egy csodálatos nép gyűlt össze, mert Temesvár, mint ipari központ, vonzotta a betelepülőket. Tehát lényegében képviseleti alapon összegyűlt Erdélynek színe java Temesváron, mind katolikus részen, mind református részen. Itt mondjak, aki ismeri, itt vannak erdélyek, a kibédi reformátusok oda gyűltek, és oda gyűltek az agyhai katolikusok, egész utcáik voltak nekik. Tehát ott voltak Máramarostól Székelyföldig és Maros mentétől Erdély másik végig, Biharországig, mindenünnen oda gyűltek, jófajta gerinces és hitükben hagyományosan erős magyar tömegek. És másfél-két év alatt sikerült összegyűjteni a gyülekezetet, nem fértek a templomba, egy olyan 400 lelkes befogadó képessége volt a templomnak. Nem volt nagy hagyománya, mert ellenreformáció idején megszűnt a református egyház, csak 890 körül alakult újra, és 902-ben épült fel egy templom palota, amelynek a két emelete között van a templom terem, mert akkor még kevesen voltak. Tehát egy ilyen korszerű építkezési, mint a budapesti unitárius templom a Nagy Ignác utcában, olyan fajta. És megtelt ez a templom, és már a folyosó is tele volt, és ifjúsági munka, mit tudom én, 10-en konfirmáltak azelőtt, most már 40-50-en konfirmáltak, tehát teljesen felpezsdült az élet, újra szerveztük a presbitériumot, az emberek maguk közmunkával mindent megjavítottak, terveztük a templom átalakítását, volt egy imaházunk a külvárosban, annak a megújítását, egyik első mártírja a harcoknak, Újvárosi Ernő volt a főépítész, őt tették el láb alól, mert csak érzékeltetni próbálom, hogy annyi lélegzetvételnyi időm maradt a nagy események előtt, hogy megszerveztük a gyülekezetet is. És akkor... És nem csak a gyülekezetet szerveztétek meg, hanem a gyülekezettel szolidáris lett aztán a helyi románság is. És amikor ezek a felvételek napvilágot láttak december 11-én, ugye szétment a világban a titkos videófelvétel, akkor elkezdtek odajönni hivatlanul és kéretlenül is, és hát ugye emlékszünk erre a korabeli hírekből, hogy egy élő láncot fontak a parókia köré, hogy akkor már tudni vélték, hogy ezt nem fogja, tehát ha TV adás után nem tűri a Securitate, hogy itt maradjál. És ekkor volt talán, hogy egy ekkoriban történt, hogy rá törtek éjszaka, hát rátok törtek még ilyen állarcos emberek. Muszáj beiktatnom, hogy miután volt az építkezés, akkor kezdődött ez a falurombolási ügy, akkor eltörték a pálcát felettem, fejem felett eltörték a pálcát, és akkor következett a leszámolás, a végső leszámolás. Ez április 1-ével történt, elhelyeztek Temesváról, de már virágvasárnapon, április 1 előtt adtam egy titkos interjút konspiratív körülmények között két kanadai tévériporternek, akik István bátyám, a Kanadában élő István bátyám
közvetítésével jutottak el, el akartak menni Sütő Andráshoz, Cségi Mesévához, apámhoz, Király Károlyhoz, de csak hozzá még jutottak el. Egyikük Bukarestből érkezett, másik Budapestről, székesfehérvári segítőik voltak, Deák Péterék. Még annyi, hogy ne velem sikerült egy hétfői napon, virágvasárnap utáni hétfőn, az karzaton, ahol feltételeztem, hogy nincs lehallgató készülék, elkészíteni ezt az interjút, és aztán már nyomukba is eredtek a szekusok, de a székesfehérváriak más irányba jöttek fél óra késéssel, és kivitték a szallagot. Tehát így ők pedig mentek tovább Belső Erdélybe, a többi interjú alanyt keresték, de már lefülelték őket déván, aztán kiutasították őket, meghurcolták őket, minden. De úgy megijedtek a kanadai megbízóik egy tévéállomás, hogy nem merték leforgatni az interjút, mert Ceausescuval jóban voltak, a csernavodai atomerőműben együttműködtek Romániával, nem akarták megrontani a román-kanadai kapcsolatokat, és akkor lépett be a képbe Krudinák Alajos, amikor is megkeresték, hogy nem rátaláltak, és a Panoráma nem kis ellenállást küzd vele a magyar televízióban, a Panoráma vállalta az interjúnak a közvetítését, ez volt július 24-én. Na ez volt a döntő, ez volt a bomba. Valószínű még itt is vannak, akik hallgatták ezt az interjút. Számunkra pedig a határ mentén nagyon fontos volt, hogy egyedül nálunk lehetett fogni a magyar televízió adását, mert mindenütt leszerelték az antennákat Belső Erdélyben. Tehát mi egy nyitottabb világban éltünk, a románok is a Panorámát hallgatták és nézték. Mihály Királyt, Václav Havelt, ott volt a szerb televízió, ahhoz is hozzáfértek. Tudjuk, hogy akkor már csak két órás műsor volt a román tévében. Ceausescu kultuszának a két órája volt az egész vallásos műsor formájában, és az robbant, az nagyot robbant, és aztán ott már végképp nem volt visszaút, és akkor így tulajdonképpen, és Temesvára sok sváb eredet, nagyon sokan jártak haza, svábok hozzám is jöttek, vittek ki titkos iratokat, leveleket, minden. Voltak erős támogatóink, egy ökumenikus kör Kovács Miklós vezetésével innen, Budapestről nagyon jó barátaink voltak, akik hátizsákkal, ezek a hátizsákos erdélyi látogatók jártak hozzánk. Németh Zsoltnak az apja, Németh Géza bácsi például mindig velünk volt, Isten nyugtassa. Mindenre nem tudok kitérni, a lényeg az, hogy ott érlelődött a helyzet, és érzékennyé vált az egész gyülekezet, és a románság is ezeknek az információknak, és ennek az attitűdnek, ennek a magatartásnak a megértésére és befogadására. Tehát ennek köszönhettük, hogy nem maradtam magamra. Tehát az bámulatos volt, hogy ahelyett, hogy elmenekültek volna az emberek, hát ugye volt állarcos betörés, majdnem végeztek velünk, meghalt Újvárosi Ernő, késes állarcos betörés, tehát majdnem végeztek velünk, kísérteties idők voltak azok, nem is hittük, hogy túléljük a feleségemmel együtt, kisfiunkat hazamenekítettük az anyai nagyszülőkhöz, akkor ő várandós volt abban az időben, sajnos azóta külön váltak az útjaink, de abban az időben megállta a helyét, és... És akkor azokban a decemberi napokban... És akkor azokban a decemberi napokban... Történt az, hogy ugye ez a bizonyos élő lánc, ez egyszeriben... Hosszasan folyt a per, a kilakoltatási per. Ceausescuék a püspököt bízták meg, hogy távolítson el, mert mindig álcázták, hogy én nem politikai ügy vagyok, hanem én csupán egy renitens, fegyelmezetlen, rebellis lelkipásztor, aki az egyház törvényeit megsértem. A két püspök kiadott egy körlevelet, amelyben nyilvánosan elítéltek, és így tovább.
és azt mondták, hogy Románia épségére, és román ellenes vagyok, és a magyar püspökök, tudják, tehát ez egy szörnyű dolog volt. És akkor, amikor hosszan tartott a per, az hívek jöttek el a tárgyalásokra, az ott nyílt tiltakozás volt, a Újvárosi Ernő temetésén néma demonstráció volt, tehát hátborzongatott dolgok történtek, és amikor megérkezett a végzés és a felszólítás, hogy december 15-én kilakoltatnak, akkor 10-én prédikáltam, és kihirdettem a végzést. Amúgy az volt a fő fegyverem, hogy mindent kihirdettem. Tehát a szószéken jöttek a hirdetések. Ugye tudják, akik járnak templomba, hogy jönnek az hirdetések, és a hirdetésekben mindent kihirdettem. Tehát a püspök írta egy levelet, ha bejött hozzám Ceperdel vallásügyi inspektor, vagy felkeresett Viorél Bukur Szekus, vagy mindent kihirdettem, pont úgy, ahogy volt. És ezt teljesen tudják, mindig azt mondták az ávósok, hogy ezt nem mondja senkinek. És hát ez a lényeg, a szekuritáténak meg kellett törni ezt a némassági, ezt úgy nevezik omerta szaknyelven, ennek azt a némassági fogadalmat, ezt meg kellett törni, mert másképp nem volt semmi esélyük. És így aztán nem mondhatom el senkinek, elmondom hát mindenkinek, mondja a költő, hát mindenki tudott róla. És akkor az emberek, nem is hittem, 15-én gyülekeztek a parókiámon, akkor már a kapunkban ott voltak a rendőrök, szekusok, állandó éjjel-nappali ügyelet volt, nem engedtek be senkit, csak ha leigazolták, mert mi már nem tudtunk kimenni élelmet vásárolni. Aki hozott élelmet, azt nem engedték be, megnézték a táskáját, és akkor utóbb már csak vasárnap tudták behozni az élelmet, a hívek és a tűzifát, oda letették az úrasztalához, tudják, megható volt az emberi bátorságnak, szolidaritásnak. Családtagjaim csak úgy tudtak bejönni, hogy vasárnap hozta a Erzsébet nővérem a fiait, és iskola táskával bejöttek a templomba, és aztán lejövetve jöttek a parókiára. Apámat nem engedték be a városba, oda tették, hogy telefonáljon nekem, látja, nem lakik itt senki, akit Tőkés Lászlónak hívnak. És visszatették a vonatra, és hazakísérték. Az ügyvédet nem engedték, hogy eljöjjön Vásárhelyről Kincses Előd ügyvédet a tárgyalására. És akkor úgy játszotta ki a szekusokat, hogy elment autóval egy következő állomásig, és ott felült az állomásra, és úgy érkezett meg Temesvára. Tehát ezek ilyen rémtörténetek voltak. És akkor mondom, kihirdettem, és a csodák csodája, az emberek nem, hogy megijedtek volna, hanem eljöttek oda, kezdtek gyülekezni. Akkor épp akkor megérkezett Dennis Curry, az amerikai nagykövetségnek a másodbeosztottja. És akkor a szekusok nem engedték be, és akkor én a lépcsőházból a szekusok feje felett elmondtam nekik, tudtam angolul, elmondtam nekik, hogy mi a helyzet, hogy utolsó végveszélyben vagyunk. Akkor írtam Carternek, Valenzának és Raj Tamásnak, a budapesti főrabbinak. Egy gyönyörű cikkben válaszolt a Magyar Nemzetben, az akkori Magyar Nemzetben. Ezt a szomszédom kisfia vitte ki az iskolában menet, úgy csempészte ki. Tehát ezek csodálatos történetek, hős történetek. És az emberek úgy feldühödtek, mert a szekusok kezdték elhajtani őket, és ellenük fordultak, és ők kergették el a szekusokat. És elmentek rendőröstől, szekusostól, mindenestől, és ott maradt szabadon a bejárat. És akkor elindult egy gyülekezés, bejöttek a parókiára, kialakult az az elemi, bensőséges, szolidaritási hangulat, hogy nem engedjük, és nem hagyjuk magunkat, és egyre gyülekeztek, és az járókelők megálltak, és átjöttek a román baptisták, és összegyűjtötték két nap alatt, 15-16-án az egyetemistákat, akiket szintén meghurcoltak, mert egy csodálatos versműsort mutattunk be 88 reformáció ünnepén a katolikusokkal együtt, hogy a katolikus református megbékélést munkáljuk,
Dzsida Jenő katolikus költő műveiből mutattuk meg be a versműsort, gyönyörű verssora, hogy Krisztusnak és Pilátusnak egyformán szolgálni nem lehet. És ebben a szellemben történt, és akkor kialakult az a kritikus tömeg, amit már nem lehetett semmibe venni, feloszlatni, amely már vonzotta a többi embereket, és hát két nap alatt felduzzadt több százra, majd több ezerre, elkergették a polgármestert, aki megígérte, hogy mindent helyrehoz. Oda jött helybe hozzá, oda helyre és kérlelt, hozzánk, hogy választottunk egy küldöttséget a tüntetőkből, azok bejöttek a parókiára, együtt megtárgyaltuk, hogy nem engedte be az orvost a szekuritáté a feleségemhez. Na, arra hoztak egy egész orvosi konzíliumot. Betették az ablakokat, amelyeket szisztematikusan kitörtek az megelőző heteken. És hoztak tűzifát, megdöglött a lova az emberünknek, aki hozta a tűzifát másnapra, aztán most hoztak tűzifát akkor. Így kezdett minden jóra fordulni, és akkor éjjel, most már tudjuk, 16-án este kiadta Elena Ceausescu, hogy ki kell lakoltatni minden áron. Tehát nincs akadály. Azelőtt kezdtek visszakozni. És akkor még utolsó erejükből már 17-én hajnalban lakoltattak ki, az is egy külön rémtörténet, és az a nap volt a véres vasárnapja Temesvárnak, akkor 52 embert gyilkoltak meg. Bocsánat, de akkor ez úgy történt, tehát hogy rátok törték az ajtót, ugye? Igen. Ti bemenekültetek egy létrán föl a templomba. Igen, akkor Palástot még magadra rántottad, és az oltárnál, az urasztalánál váltátok őket, heten, és téged vagy fejedet összeverték és vérbe fordult. Heten maradtak velünk, presbiterek, barátok, és mi éppen lefeküdtünk másnap, készen voltam arra, hogy prédikáljak. Ugyanis az volt az elvem, hogy addig van rám szükség, amíg elvégzem a hivatásomat, a szolgálatomat. Jártam temetésre, Vaskor úr mindig vitt, presbiterek kísértek, kiszúrták az autója gumiját, mindig megbüntették valamilyen gyorshajtásért, vagy valamiért mondva csinált okokból, és hát készültem a prédikációra is. Akkor hajnalban halljuk, hogy dübörög az ajtó, felébresztenek a barátaink, és akkor már előre voltunk készülve, menekültünk fel a templomba egy létrán, minden ajtót bezártunk kulcsra, úgyhogy amíg bejöttek a parókiára, időt nyertünk, fel tudtunk menekülni, de már a 8-ból csak 4-en tudtunk felmenekülni, a többieket már ott betörtek minden ajtót, feljöttek az emeletre, bezúzták a templomajtót, és akkor ott tartóztattak le az urasztala körül, éppen Palásban voltam. Gondoltuk, hogy ahogy a bibliai hagyomány tartja, hogy a szentséget nem sérti az ellenség. Jobb időkben ezt tiszteletben tartották a múltban, a középkorban is. És hát akkor letépték a Palástot, ott imádkoztunk, külön a feleségemet, külön engem, akkor a két barátunkat, és akkor elvittek minket. Nem tudtuk, hova visznek, azt hittük, kivégezni visznek. Még ne fedjük fel, igen, hogy hova, de persze tudjuk, ismerjük a korabeli történetet. Ekkor pedig, mivel az emberek, akik ott védték a várat, hát ezt nyilván látták, és reggel korán a Kossuth Rádió itt Magyarországon bemondta, hogy Tőkés Lászlót rátörték az ajtót éjjel, és vérben fagyva elhurcolták ismeretlen helyre családjával együtt. Tehát nekünk akkor ennyi hírünk volt aznap 17-én a Kossuth Rádióból. Azt mondta a Szekus, hogy imádkozz csak, imádkozz, mert utoljára teszed. Azt mondta ott az urasztalánál. És ekkor robbant be az a bizonyos láng, vagy lobbant fel a forradalomnak a lángja, ami hát a feldühödött parókia védők ugye tüntetéssé alakultak, megállították a villamosokat a városban, és elkezdtek szembeszegülni. Már az előtti este elindult. Az előtti este, igen, ez már elindult, de fölhergelte a tömeget. Ez az elhurcolás,
és gyakorlatilag hát egy háborús helyzet, polgárháborús helyzet alakult ki a városban, mert hogy egy darabig a rendőrség, katonaság lőparancsot kapott, ők aztán ezt megtagadták, és a nép oldalára álltak, de a Securitate pedig lőtte a népet. És itt egyes vélemények szerint több tucat, más vélemények szerint több száz halottja is volt az utcai lövéseknek. Ugye tankok szállták meg a várost, helikopterek köröztek Temesvár felett, tehát gyakorlatilag lángba lobbant, fellobbant a forradalom lángja, és olyan hírek vannak, ez lehet, hogy csak legenda, hogy jelen a Ceausescu oda vitette magát helikopterrel. És azt ez mondta, legenda. Ez legenda. Hogy Temesvárt el kell tüntetni a föld színéről, és ez viszont nem legenda. Igen. Ez viszont nem legenda. Tehát nem helikopterről mondta, hanem még a palotájából mondotta ezt. És hát aztán utána jól tudjuk, hogy Bukarestre nagygyűlést hívott össze Ceausescu 100 000-es tömeget, hogy elmondja, hogy Temesváron külföldi provokátorok megpróbálták megdönteni a kommunizmust, de rendet raktunk, és csapataink harcban állnak, de minden oké. És ekkor ellene fordultak ugye a beszéd közben, a tömegben kifütyülték, és akkor elmenekült Ceausescu helikopterrel, majd elkapták, és egy törvényszék, egy katonai törvényszék ugye halálra ítélte, és 25-én, karácsony első napján ki is végezték, és ezeket is láthattuk ugye az élő román televízió adásban. És akkoriban még senki nem tudhatta, hogy hol van a forradalmat kirobbantó Tőkés László. Tehát akkor volt egy hét, amíg nem tudtunk a hollétetek felől, és Ceausescu kivégzése után szembesülhettünk azzal, hogy hát nem kivégezni vittek benneteket, és nem is börtönbe, hanem egy ilyen lágerszerű helyre, szilágyságba, menyőre, szilágymenyőre, ahol reflektorokkal és szöges dróttal körülvették a szekusok az ottani parókiát, és oda evakuáltak és lakoltottak ki, és naponta kihallgattak, hogy ismerve, hogy külföldi ügynök vagy, és te a román államrend ellen szervezkedtél. Így rövidítve akkor az a történet, amit ismerünk. Milyen volt az a néhány nap, amíg nem nagyon tudhattad, hogy ezeknek a napi kihallgatásoknak menjön, ahol telefonod sem volt, el voltatok vágva minden információadás lehetőségétől, hogy lehet, hogy egyik nap a pincében, a kihallgatásban nem is fogod megérni a másnapot. Volt-e ilyen? Igen, hát késélen táncolt az életünk. Önítségében Ceausescu elment Iránba. Hiszem ez volt a veszte az ajatollához. És pont vasárnap este ment el, ha nem tévedek, vagy hétfőn reggel. Hát pont amikor már égett a ház, de annyira önít volt, hogy nem változtatott a program, az úti programján, és Elena annyira brutális volt a felesége, hogy hozzá kapcsolódik az, amikor benne a kórházban lőtték le a sebesülteket, a szekusokat, mentek utánuk, és 42 embert szállítottak már első vasárnap éjjel Bukarestbe, ahol elhamvasztották őket, és a város csatornáiba szórták a hamvaikat, hogy ne maradjon nyomuk, ilyen primitív is, meg brutális is az elképzelés, mint hogyha el lehetne dugni egy ilyen történetet. Igen, a földdel akarta egyenlővé tenni, és kiküldte a tábornokait, a miniszterelnököt, és késélen táncolt az is, hogy meg elfojtják, vagy pedig győzelemre jut a felkelés. Kétesélyes volt a történet, de ha akarták volna, akkor eltiporják, nem is kérdés. De belekezdtek, de vasárnap 17-e, amikor minket elvittek, minket szinte a Jóisten szabadított ki ebből a pokolból. Mondhatom, hogy ő szabadított meg a haláltól. Mert a bunkó, bocsánat a kifejezésért, látszatkereső szekusok tovább játszották azt a forgatókönyvet, hogy engem a püspököm helyezett el menyőbe,
egy gyülekezetbe, és semmi politika, én egy egyházi intézkedés miatt kerültem egy kis gyülekezetbe. És ennek megfelelően viszonyultak hozzám, de állandóan változott a helyzet, mert vasárnap még nem lehetett tudni, hogy mi lesz. 52 ember halt meg, 70 embert tartóztattak le csak a mi szűk körünkből. Az én 7 társamat mind bevitték, és egy 3 napig válogatott kínzásokkal faggatták. Minket nem terrorizáltak, csak az első, csak amikor elvittek, akkor ütlegeltek, és véresre vertek. Velünk az volt a tervük, utóbb összeállt a kép, hogy egy kirakat perre készítettek elő. Menyőnek nem is volt telefonvonala, ez egy zsákfalu. Üres volt, nem volt lelkipásztora, engem neveztek ki oda, együtt keresték ki a szekusokkal, hogy minél távolabb megfelelő helyre. Ott reflektorokat szereltek fel, nemzetőrök ügyeltek ránk, rendőrség, szekuritáti, és minden nap szállítottak be kihallgatásra a községközpontba, Szilágyszegre. Szilágyszegen pedig reggeltől estig kihallgattak Ceausescu bukásáig, csütörtökig, bukása előtti napig, és tulajdonképpen én azt hiszem, vagy 100 oldalt írattak velem, feleségemmel is, és a börtönben azzal a 7 emberrel, és megteremtették a telefonvonalat, telefonkapcsolatot a börtönnel és velünk, Menyővel, illetve Szilágyszeggel, hogy minden az adatokat egyeztessék, tehát így ki volt mérve. Tőlem azt követelték, hogy jelenjek meg a nyilvánosság előtt a televízióban, egyszer ezért nem ütlegeltek, és valljam be, hogy a titkosszolgálatok ügynöke vagyok, CIA, KGB, magyar titkosszolgálat, minden, és mindent vegyek magamra, mint egy bűnbak. És hát ezek mélypontot jelentettek, talán a legnagyobb, legmélyebb pontja volt életemnek, amikor le akartak vinni a pincébe, hogyha nem vallok, és a másik, a legfelemelőbb, amikor pénteken megtudtam, hogy menekül a diktátor. Az olyan volt, mintha kegyelmi felmentés érkezett volna az akasztófa tövében. De már az előjele, hogy egy kis humort is belefogjak, meg volt csütörtökön este. Még szerda este vigyáz állásban kellett meghallgatnunk Ceausescunak a beszédét. A takarítónőktől, a rendőrökig, a szekusokig mindenki haptákban állt és hallgatta a kondukátor beszédét. Ez olyan volt körülbelül, mint a Gerő Ernő beszéde az 56-os forradalom kirobbanása előtt. Egyesek ismerik a körülményeket, vagy tudnak róla, olvastak róla. Hátborzongató volt, emlegetett engem is, mint egy főbűnőstök emlegető, reakciós, irredenta, soviniszta, rendszerellenes erők a nyugati világnak az ügynökei. Itt büntetést robbantottak ki, tehát halálos ítélettel volt egyenlő. Másnap volt a nagygyűlés, amiről Péter beszélt, ott aztán fordult ellene a tömeg, hát ezen múlott tulajdonképpen az életünk. Valójában csak egyetlen alternatíva létezett, vagy Ceausescu, vagy mi. És csodálatos módon megszabadította Jóisten, úgyhogy tényleg ez a szabadító karácsony, az a címe, hogy szilágysági szabadító karácsony. Ez a menyői időszakról jelent meg, ilyen orálhisztori dokumentumok, stb. És ezeket éltem át Péter ott, de hogy a humorról se feledkezzem meg, csütörtök este egyszer csak íratnak velem egy nyilatkozatot, hogy alulírott ők és László, elismerem, hogy ezennel kijelentem, hogy
hogy emberségesen bántak velem, semmi bajom nem esett, és hát egyik ámulatból a másikba estem, és hát leszámítva a lelki terrort, és a kezdetén kapott ütéseket, hát jobb hiány megírtam. Ahhoz, hogy aztán felvittek a rendőr emeleti lakására, és egy olyan vacsorát készített a rendőrné asszony, hogy mind a 10 ujjamat megnyaltam. Valamilyen ilyen flekkent készített, és udvaroltak nekem, és kedveskedtek minden. Másnap várom a hazaszállítanak, másnap várom a szekusokat, hogy megint visznek kihallgatásra. Nem tudtam, hogy minek szól ez. Várom, nem jön. Már dél van, nem jön. Egyszer csak megjelenik egy fekete Volga. Már belém nyilallott a frász, és gondoltam, na most visznek. Egyszer csak kiszállnak az autóból apósom, és a feleségem nagybátyja, nekik a nagybátyja vásárolt liciten egy Volgát valahol annak idején, hogy ebből jött a megtévesztő látvány, és beengedték őket a faluba, az addig a sorompó zárta le a falut, nem, élő lélek nem tudott bejutni, csak aki a faluban lakott, és újságolják, hogy beengedték, jóra fordult minden, és akkor bekapcsoltuk a Kossuth rádiót, és mondja a híradás, hogy Ceausescu menekül. És akkor ez, na ez volt az amnestia jelenet, tudják, és akkor az az eufória, és hát tudom, hogy itt sokan éltek át eufórikus pillanatokat, még dudáltak is az utcán az emberek örömükben. Mindenki gondoljon vissza, éppen hol volt, amikor meghallott ezt a jó hírt, mert akkor az egész magyarság együtt tudott örvendezni, és mi is hálát adunk a Jóistennek, hogy újból létrejöhetett az a nagybetűs találkozás veletek, és átjöttetek a határon, és hát íme ez nem happy end, ez annál több. Ez az élet maga. Én azt hiszem, hogy tényleg, ahogy ezeket most újra visszaidézted, és a televíziós emlékeink újra felpörögtek előttünk, valóban úgy érezhetjük, hogy megajándékozottak vagyunk általad, és hogy ezt a történetet mi is átélhettük. Nagyon örülünk, hogy eljöttél ma este hozzánk. Én azt hiszem, hogy ami december 25-e az akkori különleges karácsony után történt, az, hogy téged tényleg a román-magyarok barátsága, ami pár hétig fennállott, felröpített az akkori ideiglenes parlament tagjai közé, ez a nevét mindig elfelejtem, ez a Nemzeti Megmentési Front tanácsa, amelynek tagjává választottak, akkor még élt bennetek az a hiú remény és ábránt, hogy ez egy tiszta forradalom volt, és hogy valóban új kezdet kezdődik, de aztán rövidesen pár hónap múlva, amikor éppen Bush elnöknél tárgyaltál márciusban kint Amerikában, akkor azokban a napokban fordult a kocka és a marosvásárhelyi pogrom, amelynek alkalmával Sütő András szemét is kiverték, és a magyarok ellen kicsin mullott, hogy nem megölték. Magyarok ellen lázították a románságot, akkor kiderült, hogy ez csak egy illúzió volt, és egy puccs, Iliascuék puccsa, és a hatalom átmentés megtörtént, és ugyanott folytatják, ahol Ceausescu abba hagyta. Mindazonáltal te nem tágítottál, és az elmúlt 3 évtizedben folyamatosan kiálltál a szabadságjogok és az erdélyi magyarok autonómia ügye mellett. Az első voltál, aki 2004-ben megfogalmaztad és könyvformájában is az autonómia melletti kiállásra szólítottál fel mindenkit, és a mai munkád is, az Európa Parlamenti 12 éves munkád és a mai Erdélyi Nemzeti Tanács elnöki munkád is az autonómia kivívása érdekében szól. Mi pedig úgy érezzük itt, hogy egy kicsikét a munkatársaid vagyunk ebben a törekvésedben, és
hogy itt távolban Pécsről is igyekszünk a ti törekvéseitek mellé 100 évvel Trianon után is odaállni, és a végére egy személyes emléket is engedtessék meg, most már elment az időre, lezárásként bemondanom, hogy ha kapok innen az első sorból egy régi énekeskönyvet, akkor abból fel tudom idézni azt a pillanatot, amikor Tőkés László még lőttek a szekusok ugye országszerte 2 hónapig Romániában, és február 10-én egy a Németh Miklós kormányfő által viszont szépen adott akkori miniszterelnöki konvojjal áthozták az akkori már rehabilitált Tőkés Lászlót a Szegedi Domba, ahol ökumenikus istentiszteletet tartottál, és onnan pedig ez a hatalmas Mercedesekből álló konvoj Szegedről még aznap este átjött Pápára. És Pápán este 10 óra, 11 óra körül kiléptél az autóból, és ez a nagyapám házánál történt, a lelkész nagyapámhoz érkezett meg Tőkés László, és ez 1990. február 11-én történt, aznap este nálunk szállt, és én akkor az énekeskönyvembe, a református énekeskönyvembe odaírattam, hogy írjam már alá ezen a dátumon ez a történelmi személyiség az énekeskönyvemet, és azóta őrzöm, és személyes példaképenként tartalok számon, mint aki a magyar nemzet egyik hőse vagy. És nem csak én vagyok ilyen emlékőrző, hanem itt a teremben Csongor barátunk idehozott egy lyukas zászlót, amivel leterítettük az asztalt. Ha kitetszenek jönni, utána meglátják. Ez a romániai forradalom egyik olyan zászlója, amit magyar mintára, meg szabadítva a Ceausescu-i címertől kitérték, kivágták a közepéről a címert, és itt van egy eredeti romániai forradalmi lyukas zászló 30 évvel ezelőttről, ugyanolyan relikvia talán, mint amilyen az 56-os forradalmi megmaradt lyukas zászlók. Úgyhogy mindannyian úgy érezhetjük és gondolhatjuk, hogy valóban megajándékozottak vagyunk a történeted által, és megköszönjük holtáig, a holtáig leveleztünk, Nagy Tatárdal, és igen, igen. Élt a kapcsolat, úgyhogy igen. Fantasztikus esemény volt. És Pápán pedig hát egy olyan istentiszteletnek voltunk közös részesei feleségemmel, akkor gimnáziumi diákként, akkor már udvaroltam neki, hogy tele lett az egész tér, tehát nem fértek be az emberek, mindenki jött, katolikusok, evangélikusok, reformátusok, és az egész téren hangzott a püspöki prédikáció, amit át kellett helyezni egyébként, mert délelőtt 10 órakor lett volna, de az amerikai külügyminiszter, mivel még a lőttek Romániában, leszállt Bukarestben, és azt mondta, hogy én elsőként Tőkés Lászlóval szeretnék tárgyalni. Ezért egy magyar katonai repülőgép a pápai reptérről elvitte vasárnap reggel Tőkés Lászlót Bukarestbe, hogy az amerikai külügyminiszterrel találkozzék, és onnan hozták vissza, és délután 3-kor föllökték a szószékre, hogy akkor tessék szívesen prédikálni. Hát ilyen elképesztő események után napjainkban kívánjuk neked, hogy 100 évvel a trianoni békediktátum után a nemzeti összetartozás megélve, hogy 100 év után sem vesztettünk el benneteket, és talán az összetartozás erősebb, mint az elmúlt sok évtizedben valaha. Bizakodnunk kell, hogy az uniós törvények mégiscsak majd megadják annak a módját és lehetőségét, hogy a megőrzött identitásotokat Erdélyben mégiscsak egy autonómiával az Európai Unióban sikerüljön kivívni. Ezt kívánjuk, hogy ez a törekvésed is, ami életed küldetése, ez megtörténhessen. És köszönjük még egyszer, hogy itt voltál, Isten áldjon meg. Egy pocintát még. Nagyon örülök, köszönjük a beszélgetést.